Hogy az ajándék megszülessen benned. 2000 évvel ezelőtt két ajándékot kaptunk az egytől: egy tanítót, beavató mesterünket és személyes példamutatását, valamint az eget és a földet összekötő tanítást. Az ajándékok nem voltak piros szalagos dobozba csomagolva, nem voltak semmilyen cicomával, illattal és látványtechnikával ellátva. A ma divatos konferencia szervezéssel, reklámokkal és marketinggel egybekötve. Mégis az emberiség egyik legnagyobb ajándékát ünnepelhetjük a példamutató tanítóban és tanításában. A két ajándék közül az egyetemesség megszerzését és a visszatérés szolgáló tanítás volt az, amely az évezredek során, sajnos vallási dogmává változtatva, a legtöbb módosítást és értelmezést szenvedte el. A meg nem értett tanításból a vallás alapító, hatalomgyakorló, tudatlan emberek mindig azt vették ki, azt értelmezték a maguk szája íze szerint, ami a vallási ideológiájuknak és a hatalmi elképzeléseiknek, ahogy mondják a kor szellemének, megfelelt, például birodalmi államvallásá étele a negyedik században. A tanítást saját céljaikra szabták, ahelyett, hogy a tanítás egyetemességét, megmásíthatatlanságát megértették volna. Így beavató mesterünk tanításaiból nem egy vallás alakult ki, az is elegendő lett volna, hanem vallások sokasága. 1. A tanító ajándék elvétele és elvesztése. Beavató mesterünk tanítványai még az egyetemes tudást ismerhették meg, amely az embernek az egyhez való visszatérését szolgálta. Más tudásra nem is volt szükségük. Mert ebből a tudásból fakad az összes többi emberi tudás, beleértve az anyagi világunk megértését is. Ennek az egyetemes tudásnak a megszerzése csak a lélek folyamatos gyakorlasztóztatásával, az egyetemességbe való beavatással, a paradox szeretet és a mások iránti áldozathozatal által lehetséges. Mivel a szeretet gyakorlása az áldozathozatal, a visszatérésünkben rendelkezésünkre álló szakrális idő, a kegyelembe kapott élet a régi lineáris szövetségből hiányzott. Érthető, hogy a tanítás és tanítója is konkurenciát jelentett a régi szövetségen felnőtt akkori hatalmi apparátusnak. A konkurenciát tehát fel kellett számolni. Az ajándékba kapott tanítót egy előre megtervezett bohózat keretében sikerült három nap alatt úgy eltenni lábalól, hogy a háttér hatalomra a gyanú árnyékos Például a mély állam képviselői a római birodalomban alkalmazott keresztre feszítést alkalmazták, és nem a régi szövetség szerinti megkövezést ha valaki utólag számon kérte volna, hogy ki ítélte el az ajándékot, akkor a mosom kezeimet alapon a római birodalom törvényeire lehetett hivatkozni. Csak azt az apró részletet felejtették ki a magyarázkodásból, hogy az utasítást a mély állam képviselői adták. A bohózati színjátékban a mély állam az érzelmeiben felkorbácsolt, és valószínűleg lefizetett tömegemberrel játszatta el a döntéshozást azt, hogy a feszízsmeget római modra végrehajtsák. Megjegyzés. A modern korban a második Vatikáni zsinat módosította a keresztre feszített ajándék felelőseinek körét a nem pogányok javára. Az ítélethozatal kikényszerítésével és a Római Birodalom helytartójának közreműködésével sikerült a háttér hatalomnak konzerválni a múltat, és nemet mondani az egyetemes tanításra, a változásra, az ajándékra. Szerintük nem kell semmit sem változtatni. A régi a betű szerinti a legjobb, mert az a bevált gyakorlat. Csak zárójelben jegyezzük meg azt a szomorú tényt, hogy a régi vallási ideológia folytatójaként a mai mély állam, vagy pontosabban a mély egyház sem akar semmit sem változtatni az elmúlt kétezer év gyakorlatán. A mély állam mindig is jobban szerette a betűhöz, a szabályokhoz, a több száz törvényhez, a dogmákhoz való ragaszkodást, mint az egyetlen egy törvényhez, a szeretet, az éberség, az áldozathozatal törvényéhez való ragaszkodást. A háttérhatalom mindig úgy mutatta, és mutatja be ma is a változást, hogy semmit sem változtat. Olyan látvány események sorozatának vagyunk tehát történelmi tanúi, ahol semmi sem változott, sőt, a hatalomnak sikerült azt is bemutatni, hogy jobb az anyagba süllyedni, mint szabadnak lenni. Az akkori mély államnak nem volt érdekében kockázatot vállalni, a bevett gyakorlatról lemondani, és ha az ajándékot fel is ismerte volna, akkor is legfentebb azt jelentette volna ki, hogy nem ilyen ajándékot akart. De vajon milyen ajándékot szeretett volna a háttérhatalom? Egyáltalán kellett neki az ajándék? Nem. Az ajándékot általában nem kérik, hanem kapják, és vagy megbecsülik, vagy sem. A hatalomnak egyik ajándék sem kellett, mert ő a messiást várta. Amikor kiderült, hogy nem beavató mesterünk a messiás, Rögtön perbefogták őt, és gyorsított eljárással ítélkeztek fölötte. De miért kellett és kell még ma is a messiás? Mert a valamikori tudatlan emberek valahová felírták, hogy ha eljön a várva várt messiás, akkor visszaigazolja és megerősíti a nem pogányok önkiválasztottságát. És visszaadja a valamikor elveszett hazát. A hatalom kétezer éve nem ismeri fel, hogy a messiás várás a lassú halál, mert olyan célt tűzött ki maga elé, ami elérhetetlen. Ugyanis a messiás várás az időben levés, a linearitás, amelyből nincsen vertikális felemelkedés, mert az időhöz kötöttség nem engedi azt. Minden nap várni, hogy bekövetkezik, és ha nem, akkor is várok. Így telt el kétezer év. Ha nem lesz változás, már pedig ennek nincsen semmilyen előjele, akkor ebben a lebegtetett reményben fognak a következő évszázadok is eltelni. Ugyanis ahhoz, hogy a vertikális felemelkedés megtörténjen, le kellene vetni a linearitást, és át kellene térni a beavató mesterünk által tanított vertikalitásra. A messiással csak a vertikalitásban lehet találkozni. De erre a betűt, a törvények és a szabályok halmazát tisztelő, önkiválasztott tömeg képtelen. Már csak azért is, mert a régi szövetségből hiányzik a vertikalitás. Saját csapdájukban vannak. Amennyiben az egyetemesség megszerzésére fordított felkészültségünket szeretnénk tesztelni, tegyünk magunkkal egy próbát. Vajon mi jut eszünkbe a megfeszített testről és a keresztről? Például, ha templomba lépünk, a feszület elé állunk, eszünkbe jut-e a bohózat és az előre eltervezett gyilkosság? Mit mond nekünk az ajándéktest megfeszítésének módja, a kiterítés, a testi szenvedés? a szegek nyoma a kézen és a lábon, a tövis korona. A testi véres szenvedés jut-e eszünkbe? Vagy inkább a profécia beteljesülése, hogy végre megtörtént az, aminek meg kellett történnie? Vagyis a szeretet megnyilvánulásának legmagasabb áldozathozatali példamutatása? Ami a minta, amit követnünk kellene. A lélek csak akkor szabadul ki a test fogságából, ha a lelket oltalmazó test már nincs. A kereszt előtt állva, vagy térdelve, jusson eszünkbe, hogy az egyetemes ént, az ajándékot, beavató mesterünket feszítették rá a tér és idő kereszteződésére. Az emberre. Ebben a közös kapcsolódásban a mi dolgunk pedig az, hogy a térés idő keresztünkből csak a felemelkedést, a visszatérést biztosító teret tartsuk meg. De azt is tesztelhetjük, hogy mit értünk meg az egyetemességből egy olyan templomban, imaházban, ahol nincs ott a megfeszített ajándék. Tehát hiányzik a szakrális tér és idő ajándéka. 2. A tanítás ajándékának elvétele és elvesztése. Ha három nap alatt sikerült is eltüntetni a fiatal tanítót, a tanítást már nem volt olyan könnyű eltüntetni szerencsénkre a mű túlélte alkotóját. A hatalom arra kényszerült rá, hogy a fel nem jegyzett tanításokat lejegyezze. Így alkalma adódott megforgatni, átformálni, átértelmezni a fogalmakat, és kényelmesen a régi szövetség szerint kialakítani az új tant. A módosítások által valamint a kanonizált dokumentumok és apokrifeknek nyilvánított evangéliumok elnemismerése által, a tömegembernek szánt tanítások veszítettek korábbi transzcendens szellemiségükből, az egyetemességből, a beavatásból és az egyhez való visszatérés tanításából. A hatalom a tömegnek a vulgáris, vagyis a közönséges, könnyebben emészthető verziót adta el, amint arról a vulgáta szerzője a negyedik században Jeromos is beszámolt. Megjegyzés A modern második vatikáni zsinat a neovulgátát hagyta jóvá. A régi szövetség szerinti szolaszkriptúrát a manipuláló hatalom úgy adta el a tömegnek, hogy kifelejtette belőle illetve elfette az értelem általi megismerést, a leírt tanítás értelmezését. Több évszázadnak kellett eltelnie, amíg immár hivatalosan is elismerték, hogy a, az írásokban az értelmet kell keresni. Például 1979-ben a hittani kongregáció azt állapította meg, hogy azoknak a képes beszédeknek, a példabeszédeknek. Tiszteletet kell adni, melyek használatát a Szentírásban megtaláljuk. Szükséges azonban ezek titkos értelmét felfogni. A titkos tudás nem más, mint az egyetemességre való tanítás, ami által a sötétség fényességé, az anyag szellemé, az értelmetlen értelmessé. Az elzárt pedig nyilvánvalóvá tehető. Vallásos fogalomban, hogyan legyen az életből örök élet. A tudás megszerzésének alapja a szelítség, az alázat, a türelem és a bátorság amely képes szembeszállni az irítséggel, a fösvénységgel, a haraggal, a kétértelmű beszéddel és az ostobasággal. Az egyetemességről szóló tanítást meg nem értve, például a protestáns vallások és azok szektái, a könnyebb utat választva, visszatértek az akkori háttérhatalom tanításaihoz, a régi szövetséghez, ahol a lineáris gondolkodás, a szemet szemért és a fogat fogért elv érvényesült. Ha az időközben kialakult vallásokra rátekintünk, úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben nem volt szükség a nehezebben érthető, pontosabban a nagyobb tudást igénylő tanításokra. Nem volt igény az emberi lelket a vertikalitásba felemelni és nem kellett az egyetemesség, a fent és a lent duális összetartozásának megértését szolgál a szeretet tanítása sem. Azóta tudjuk, hogy a 2000 éves tanításból már csak morzsák és mutáns verziók maradtak ránk. Felmerül a kérdés, hogy kik tehetők felelőssé, hogy a mai embernek csak morzsák jutottak vajon kik értették meg, hogy a tanítás fokozatos erodálásával rövid időn belül nem lesz, amit tovább adjunk gyermekeinknek és unokáinknak. Azt sem lehet tudni, hogy a vallás alapítók kitől kaptak felhatalmazást, hogy az egyetemes tanításból partikuláris vallást alkossanak. Valamikor az apostol úgy nyilatkozott, hogy az evangéliumokban elegendő erő van ahhoz, hogy megváltoztassa az emberek szívét. Az erő ma is ott van, csak a felismerő ember hiányzik. Az értelem általi megismerés módszerét alkalmazva, az ajándékba kapott tanítások morzsáiban, szerencsénkre még megtalálhatók az egyetemességre bátorító tanítások, mint például a. Nem vagyunk magunkra hagyva, mert az egy szereti teremtményét és mindazokat visszavárja, akik magukat arra érdemessé teszik, akik képesek tanítványá válni. b. Mint az egy képe és hasonlatossága, megbízott földi helytartóként részt vehetünk a folyamatos teremtésben, és a szeretet körforgásában. C. Pont. Rendelkezünk a tér és idő keresztjével, ami által részt tudunk venni a rendbetételben. D. Pont. A szellemben kétszer született normális emberként képesek vagyunk kialakítani az egy háza népének közösségi hálózatát, ami által a 2000 éves ajándék fennmaradhat az elkövetkezendő 2000 évre is.